Na figyelj, Krisz, mi lenne, ha mai adásban az észak-londoni derbiről beszélnék, amit az Arsenal nyert meg? Nem. Figyelj, volt katalán rangadó is, ugye a Barcelona Girona ellen játszott, és volt egy tök érdekes jelenet, egy 11-es, amit visszafújtak. Azt megbeszéljük? Jó ötlet, de nem. És mi lenne, ha arról beszélnénk, hogy a Juventus 0-0-es döntetlent játszott? Nem. Manchester United győzelem? Nem. 2 hours later. Jó, akkor mi lenne, ha arról beszélnénk, hogy Saldanha beállt a Budafok ellen a Magyar Kupába, és rögtön 2 gólt rúgott? Továbbra sem. Akkor mi lenne, ha arról beszélnénk, hogy Cristiano Ronaldo kislábúján begyulladt a köröm? Nem. Figyelj, Krisz, 115 példát mondtam. Lehetne legalább egy, amiben meg tudunk állapodni, amiben egyet értünk? Hát ez az. Beszélni fogunk a Manchester Cityről, akik ellen elindult a 115, hát mondjuk egy vádpontban igazából a tárgyalás, hogy ebből még milyen ítélete lesz, azt majd kibeszéljük meg, hogy egyáltalán miben tárgyalnak a felek ezzel kapcsolatban, mindenképpen lesz róla szó. De előtte beszélünk Van Persie-ről. Miért beszélünk Van Persie-ről, Krisz? És beszélünk Van Persie-ről, mert hogy ez egy olyan játékos, akit lehet, hogy ismernek, vagy egy olyan név legalábbis, akit mindenki ismer, de hogy most azon, hogy a hétvégén ő a... Most nagyon bonyolultan fogom mondani, Hérem Vénnek az edzője, aki kikapott az AZ Alkmaartól 9-1-re. A Hérem Vén az szerintem egy olyan szó, amit senki nem így jelít Magyarországon, de mindenki látta leírva, ez a Hereven. Ez mindenki így mondja, nem hogy Hérem Vén, nem? Hérem, biztos, hogy mindenki. Te legalábbis így mondod, meg az, egész, az összes családtagot. De hogy az a lényeg, hogy Robin van Persie-t ugye mi májusban nevezték ki vezetőedzőnek, és ő egyébként most 41 éves. És hogy ez egy olyan meccs volt, amit így megnéztem az első fél idejét, meg egy ilyen hosszabbított összefoglalóját, és az látszott, hogy a második fél időnek az elején kaptak gyorsan 3-at. És hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen belga szám. A 22 fél kifogás a legjobb. Igen, egy kicsit ilyesmi, hogy és ez tényleg az a meccs volt, amikor azt érzed, hogy semmi nem megy be, és hogy rúgtak 2 kapufát, és hogy teljesen összeestek, de nyilván a foci arról szól, hogy akkor próbálkozni kell ugyanúgy, és akkor teljesen szétestek, és hogy Troy Parrott, így hívják az AZ Alkmaarnak a csatárát, a helyi Paul Malin, csak így ilyen brexemesen, mert aki tudja, az tudja, van róla egy videótékánk. Szóval ő volt a sztár, ő egy Mester 4-es rugott. Mondom, tehát ez a Heerenveen, ez olyan csapat, aki így labdával, még azt mondod, hogy csak-csak, de labda nélkül azért, hogy voltak hívák, tehát hogy azért, hogy megfigyelhető volt pár dolog. Tehát, hogy amikor mondjuk az egyik oldalra egy kiviszi az ellenfél a labdát, akkor hirtelen 3 védők tolódik át egy a labdás térfélre, és akkor azt érzed, hogy senki nincs a másik oldalon. Úgyhogy ez tipikusan az, amikor így oké, tudják, hogy mozogni kell, de hogy azért nincs annyira így koordinálva ez az egész. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy nem is olyan Van Persie munkásságát edzőként, ő egyébként találós kérdés, amikor elhagyta, nyilván nem, feléd is, meg ugye a nézőink felé is, hogy az Arsenal, meg a Manchester United után ők 2 klubban játszott. Komolyan? Aha. El tudjátok-e mondani? Fogalmam sincs, de fogalmam ez az, sincs. Ez az, hogy én sem tudtam, megnéztem, a Fenerbahce, meg a Feyenoord. Ugye a Feyenoord egy nevelő egyesülete, és ő 2019 tavaszán vonult vissza, nem sokkal a Covid előtt, és hogy ott volt egyébként ilyen korosztályos csapatoknak az edzője. Sőt, volt másodedző is a felnőtt csapatban, egy bizonyos Arne Slotnak volt a segédedzője, úgyhogy a csatárokat edzett, amit ő nem szeret így nagyon elmondani, de egyébként a Feyenoordnál edzett a saját fiát, akit úgy hívnak, hogy Shaquille. Nem úgy kell leírni, mint Shaquille O'Neal, de nagyon hasonló hangzású. Heerenveen az meg tényleg egy olyan holland csapat, aki tavaly azt hiszem 11-ek lettek, most egyébként a 18 csapatos bajnokságban 14-ek, tehát hogy inkább egy ilyen középcsapat, most éppen lejjebb vannak, de hát még nagyon a bajnokságnak az elején tartunk. Mindenesetre ez egy olyan vereség volt, amiről szerintem érdemes lett volna beszélni, már csak amiért is, mert Robin van Persie-t mindenki ismerjük. Ez nem egy ilyen történet, mint amikor Neville volt a Valenciának a vezető edzője, és előtte elmondta, hogy persze, hát 2-3 góllal ki lehet kapni a Barcelonától, de hát aki 5-6-7 kap, az rettenetes edző, aztán megvalósult ugye a rémálom. Tehát erről van szó egyébként? Olyasmiről van szó, amikor tényleg azt érzed, hogy ebből a csapatban több van, de hogy teljesen szétestek fejben. Tehát a második fél idő elején gyorsan bekaptak 3 gólt, mondom a belga szem, és akkor hirtelen azt érezted, hogy teljesen feladták ezt az egészet. És hogy nem tudom azt, hogy mentálisan ezt hogy lehet ennyire feladni, de látszik azt, hogy ilyen koordinációs bajok is vannak. Úgyhogy én azért követni fogom Van Persie-nek a munkásságát, de hogy
Gary Neville-lel mennyire van párhuzam, azt inkább te láttad jobban szerintem, ugye Valenciánál. Igen. Jó. Képes. Hát aki katasztrofa turizmusra vágyik, az a Héremnél mérkőzéseit mindenképpen nézze. Na én is egy kis katasztrofa turizmussal jöttem. Ha hiszed, hanem Rabiotról szeretnék beszélni. Kicsit rá is kényszerültem, mert Krisztus azt mondta, hogy én már csak azért, én nem beszélek a Marseille-ről már megint. Majd te beszélsz, Dávid, a Marseille-ről, ha akarsz Rabiotról beszélni, és akkor... Mégis meggyőztem magamat, hogy mindenképpen beszéljünk erről a történetről, mert hogy ugye a Juventusnál lejárt a szerződése, és ott hát ment egy kicsit a pingpong, ugye Rabiot anyukájával, aki ugye a kisfia ügyeit képviselít a futball világában, és hát ezt itt... Zárójel az ügynöke. Zárójel az ügynöke, így van. Hát ez az ügynök bónuszokkal, tudod, amikor hát a családtagod az ügynököd, az nem mindig jó egyébként, szerintem. Vagyis hát a legritkább esetben működőképes egyébként ez karrier és anyagi szempontból is, mert hogy Rabiot azt mondta, hogy az ő kisfiának a Juventusban 10 millió eurót kellene keresnie, hogy egyáltalán itt maradjon a klubnál és elgondolkozzon. Ami azért irreálisan sok, mert hogy persze Vlahovic brutálisan sok pénzt keres, 22 millió eurót évente. Ugye az utána következő második legjobban kereső játékos, ez Bremer 9,2 millió euróval. És hogy megnézzük, hogy hát amúgy hogy néznek ki azok a középpályások, akik mostanában érkeztek, vagy már a klubnál vannak. Douglas Luiz 8,3 millió eurót keres a klubnál, Locatelli 6,1 millió eurót, most figyelj, Cope Miners, a sztárigazolás 5,7 millió eurót, Nico González szélső, de azért mégiscsak példaérték, hogy 4,6 millió eurót, Kefren Thuram 3,7 millió eurót, és most figyelj, ugye Mbangula, aki a hát mondjuk úgy, hogy a felfedezetje ennek a szezonnak 280 ezer eurót évente. Tehát jó, ehhez képest... Abban benne van, hogy kb. Most hozták fel. Persze, világos, csak hogy mégiscsak, hogy ennyi pénzt szeretett volna. A tendencia az, hogy a Juventusnál látszik ez a zsíjeleszívás, és amire én mondtam azt, hogy szerintem a Barcánál is valami ilyesmit kéne csinálni, csak politikailag ezt nem engedhetik meg maguknak, beszéltünk már erről eleget. A Juventus most meglépi, egész ügyesen, a Barcánál meg lavíroznak, hogy akkor még honnan, hol találunk még egy 20 000-es? Tök jó, hogy a Barcelonát hoztad fel, mert egyébként Rabiot képviselői egyébként Barcelonában jártak még a nyáron, és hát ott igyekeztek megegyezni Laportával. Ez egyébként sajnos, ez végül nem történt meg, sajnos. Ezt én szomorúan mondjuk, de a maszk mögött azért van az a cinkos mosoly. Tudod, nagyon sajnálom tényleg is. Igen, meg a nyáron ugye még arról is volt szó, hogy a Manchester Unitedhez kerülhet rá. Ez már inkább a nyár végén volt, hogy a Manchester Unitedhez kerülhetett volna. Egyébként szerintem ott még kifejezetten erősítés is lett volna bizonyos játékfázisokban. Ehelyett ugye a Marseillehez igazolt. De hogy ez miért érdekes? Hát azért, mert hogy Paris Saint-Germain nevelés Rabiot. Hát és nyilván ott a Párizs-Marseille jelentét ezt Krisztofnak nem kell bemutatnom, de talán nektek igen, hogy hát ott azért elég komoly rivalizálás van, meg ott azért a zenében is megjelenik ez a rivalizás, és hogy ez konkrétan, hát ez katasztrófa pillanatokkal ér föl. Lucas Hernandez átélt valami nagyon hasonlót egyébként ugye az elmúlt időszakban, aki meg a Marseille neveltje volt, és hogy hát arról beszélünk Krisztoffal itt a kamerákon kívül, hogy azért tényleg itt a rossz csontoknak a gyülekezete hogy összejött itt Neil Mopéhel, Greenwooddal, Rabiotval, és egy nagyon hipster edzővel, Roberto De Zerbivel. Hát nagyon érdekes egyébként, hogy Rabiotnak sikerült így szeptember 17-én klubot találni magának. És akkor elgondolkoztak azon, jó, de milyen játékosok vannak, akik még a piacon vannak, tehát kvázi lecsaphat rájuk bárki, így, hogy most már szinte mindenhol véget ért az átigazolási szezon. Nagyon érdekes neveket találtunk. Például, hogyha már a Manchester-t szóba hoztad, Martial például bárki számára elérhető, csak mondom, hogy Martial jelenleg 28 éves. A legjobb korban van, hogy bárki leigazolja őt, és szerezze magának egy gólerős csatárt arra 4-5 meccsre, amit tud vállalni szezononként. Szerintem ez akkor lenne vicces, mert ezt úgy mondd el, hogy vannak ezek a játékosok, találjátok, hogy hány évesek, mert Martial, én nem gondoltam volna, hogy 28 éves, de én azt gondoltam volna, hogy 32. És hogy szerintem még lesz egy-két olyan név, aki azt mondom, hogy oké, biztos, hogy nem találnám, hogy hány évesek. Jó, hát Krihoviak is elérhető egyébként, de Krisz nagy kedvence. 34 éves egyébként. A százszoros lengyel válogatott játékos jelenleg nem kell senkinek, de itt van Dele Alli. Soha nem találnátok ki, hogy Dele Alli hány éves. Krisz, 33. Aha, 28. A piacon van egyébként Benny Edder is, nyilván őt tudod, hogy ő már korosabb, de itt van mondjuk Matip, aki 33 éves. Most figyelj, Rafinha és Serge Aurier is elérhető, mind a kettő ugyanabban az évben született, ugyanannyi idősek.
Hány éves lehet Rafinha és Serge Aurier? De oké, azért most mondjuk, ez nem az a barszás Rafinha, hanem ez egy rá, nem PH van a nevében, hanem egy F betű, de hogy igen. Tehát, hogy de várj, de hogy igazából ez is a barszás Rafinha, de nem az a Rafinha, okay. Aki most a Barszában játszik. Aki most, akkor ezt el kellett volna, igen, hogy most igen. A Barszában. Igen, igen, igen. Hát, mit tudom én, Aurier 31 körül van szerintem. Igen, parádésan telibe találtad, de tényleg ez szép volt. Csupo Moting is elérhető, mit szólsz hozzá, a piacon van. Brandon Williams is elérhető például, de másik nagy kedvenced is, itt a listán van, ugye Navas. Oh. Miért nem kell egy jó kapus senkinek? Tehát ezt nem is értem. Én ezt furcsálom, hogy Navasnak nincsen klubja, teljesen fura. Tehát nyilván mindenki tudja azt, hogy mekkora egy kapus volt ő fiatalon, és most idősebbként nem csap rá senki. Szerintem azért én láttam őt védeni az elmúlt években, és szerintem azért még úgy benne van a bugi. Tehát, hogy az, hogy klub nélkül maradjon, az nekem egy teljesen abszurd. Milyen és igen, ez az érdekes ebben az egészben, hogy amikor erről beszélgetünk, hogy kik a free agentek, hogy ezek a szabadon igazolható játékosok. Dávid is ez a Transfermarkt oldaláról szedte le. Az a vicces, hogy a Transfermarktot ugye nagyon sokan használják arra, hogy akkor oké, megnézzük, hogy mennyit ér ez a játékos. Ja. És hogyha Venn diagrammal le akarod írni, akkor azt mondod, hogy van ez a halmaz, hogy mennyit ér. Szerintem a Transfermarkt az kb. Minden másra érdemes használni. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy oké, ilyen sérülési történetei a játékosnak. Hogy néznek ki a kluboknak a stábjai? A klubok meg a vezetőségei, adott játékosnak ki az ügynöket. Tehát egy csomó olyan info van, amire azt mondod, hogy ezt máshol nem biztos annyira megtalálod. De egyébként az a vicces ezekben a nevekben, amiket felsoroltál, hogy benne van az, hogy korosak, tehát hogy valószínűleg a piac ezt beárazza, hogy oké, nekünk nem kell egy ilyen 33 fölötti játékos, meg benne van az, ami nekünk egy kicsit ilyen fekete folt, akárki, aki így beszél a fociról, meg nem feltétlenül így bennfentes azzal, hogy Krikovjákkal éppen mi van, tehát hogy simán benne van az, hogy mondjuk nem látod azt, hogy az ügynöki tevékenység az milyen, és nem tudod azt, hogy Rabiot anyukája az hogyan vezényelt le, vagy nem vezényelt le egy ilyen dílt. De ott van az is, hogy mondjuk mit tudom, az ott játékos mennyit keres, tehát ha jól tudom, akkor, és ezt nem mondtad, de egyébként annak utána néztem, hogy Sergio Ramosnak nincsen klubja, tehát valószínűleg ott a bérköltség is olyan, amire azt mondod, hogy oké, lehet, hogy szerzünk egy jó tapasztalatot, meg egy korosabb játékos, de azért azt a pénzt, ezt nem biztos, hogy ki tudjuk perkelni. Oké, de hogy Ramos esetében az is felmerült esetleg, hogy hát talán esetleg visszavonul igazából a profi labdarúgástól, igen, ott azért az is felmerült, de... Marciánál ott van a sérülékenység. Marciánál a sérülékenység, de hogy azért vannak itt még francia Paris Saint-Germain legendák is, akik még nincsenek szerződése. Courtois. Oh. Nincs szerződése, bár... Courtoisnál az a bravúr, hogy egyáltalán elengedték. Mert hogy nagyon sokáig ugye olyan szerződéseket kötött, hogy nem játszott, de közben keresett egy csomó pénzt, és hogy most végre megszabadultak tőle. Az tényleg fura, hogy egyébként klubja nincs. Az örök tehetség számú Castillejo is egyébként klub nélkül van. Hajszerem, ő is csak 29 éves egyébként, de a kedvencem a listán Hessé. Ha bárki anélkül, hogy megnézné, hogy melyik klubokban játszott a Paris Saint-Germain és a Real Madridon kívül, és ezt meg tudja nekünk mondani, vendégem egy fél gombóc fagyira, esküszöm, de komolyan mondom. Tehát, hogy Hessé, tudod-e, hogy hány éves? Van-e rá tippet, hogy Hessé hány éves, Krisz? A Hessé fan klubosok azok nem mondhatják meg, hogy hol játszott, mert biztos tudják. Hessé, nem tudom, szerintem fiatalabb, mint amennyinek gondolom, én ilyen 36-nak gondolom, szerintem ilyen 33. A 31 éves Hessé. Hessé és még így is 31 éves. Tehát Hessé 31 éves, hát ez a Hessé az egyik, Hessé eladása az egyik legnagyobb biznisz a Real Madrid történetében, én azt gondolom. Tehát az óriási buli volt eladni 25 millió euróért, még akkor a Paris Saint-Germainnek. És ennek kapcsán egyébként arról akartunk kicsit beszélni, hogy mi történik azokkal a futballistákkal, akik éppen nincsenek leszerződve egy klubhoz. Hát szegények sorba állnak nyilván a munkanélküli központba, és azért aggódnak, hogy a Ferrari-nak ki tudják fizetni a éppen a kötelező biztosítását, és hogy valahogy egy szelet kenyeret tudjanak venni esetleg egy kis vajat. Hát nem erről van szó, ugye általában az van, hogy ilyen különböző kluboknál, mondjuk ahol vannak ismerősök, korábbi edző, korábbi játékostárs, esetleg játszott a korábbi kluboknál, akkor ott edzenek, nyilván ott is odafigyelnek arra, hogy persze részt vesznek az előléti edzésen, részt vesznek nyilván azokon a kötelező gyakorlatokon, amiket az összes többi játékos, a taktikai értekezeten biztos, hogy nincsenek ott. Tehát ez 100%, de hogy egyébként nyilván van erre lehetőség, hogy amíg nincsen klubod, addig valahol mégiscsak formába tartsad magadat, ezt nagyon sokan alkalmazzák. Néhányan személyi edzőt vesznek fel, és tulajdonképpen az otthoni,
hát a gyengébb körülmények között a hazai pályán tulajdonképpen formába tartják magukat, amennyire csak lehet. Hát és ilyenkor én azt gondolom, hogy ha már szeptember 17-én sincsen klubod, akkor te mire hiába kerülsz klubhoz, vagy hiába edzettél valahol, vagy hiába vettél fel személyedzőt, mire klubhoz kerülsz, mire megtörténik az aláírás, mire formában lendülsz, mire az edző megismer, mire a taktikát megérted, mire olyan formában lendülsz, mint a többiek, hát az bőven szerintem a harmadik válogatott szünetnek a vége, ami ugye novemberben lesz itt a Nemzetek Ligájában, hát és akkor kezdődik számodra igazából a szezon. Én azért féltek itt néhány játékos tényleg, hogy valami hasonló történik, mint De Gea, hogy egy teljes szezon hagynak ki, de látom, még onnan is van visszaút. Azt hittem, hogy Rabiot fogod félteni. Na, beszéljünk a Manchester Cityről, akik ellen 115 vádpontban vizsgálódnak, hát és a vizsgálat most indult el tulajdonképpen, hát és itt arról van szó, hogy állítólag, persze nem mondjuk ki, de állítólag, ugye 2009 és 2018 között 115 pontban megsértettek különböző szabályokat UEFA, Premier League és egyéb tekintetben. Hát az eljárás zárt kapuk mögött zajlik. Egyébként ezzel kapcsolatban nagyon sok klub képviselője azt mondta, hogy miért nem tesszük nyilvánossá ezt az egész pert, és akkor lehetne nyilvános meghallgatásokat tartani, hogy ez mennyire jót tenne igazából a Premier League, ez a transzparensség. Ugyanakkor meg a szabályzat azt írja elő, hogy milyenkor minden esetben zárt kapuk mögött kell tulajdonképpen véghez vinni ezt az egész történetet, és hogy azért van ennek szerintem akkora hangsúly, meg figyelem, mert hogy tényleges pontlevonások történtek az elmúlt szezonban, ugye a Nottingham és az Everton kapcsán is, és ugye ebben a szezonban is például a Newcastle azért nem költött, inkább értékesített, mert ők is nagyon közel voltak ahhoz, hogy átlépjék itt ugye a Premier League Financial szabályzatát, és az Everton is még mindig ott billeg, az Aston Villa szintén igyekezett sok mindent megtenni, hogy ezt elkerüljék, viszont a Citynél nem csak ezt vizsgálják. Ugye hogyan áll össze a 115 pont, szerintem ez fontos tisztázni, és ezáltal mehetünk tovább szerintem érdemben a beszélgetésben, mert hogy 54 pontban azt vizsgálják jelenleg, hogy a pénzügyi információkat megtagadták, vagy elmulasztották a 2009-10-től 2017-18-as szezonig. Tehát kvázi nem adtak be pontos információkat, hivatalos papírokat és egyebeket. Én azt gondolom, hogy ezért szerintem ilyen pénzbüntetésnél nagyobb tételt nem lehet kivívni. Hogy az 54 pontban történt meg, ez lehet a pénznek a tétele, egy magas dolog. 14 pontban vizsgálják azt, hogy az adatokat a játékosok fizetésével, menedzserek fizetésével kapcsolatban nem adtak meg pontos információkat. Ez is ugye a 2009-10-től 2017-18-as szezonig tart. És szerintem akkor most térjünk rá arra, ami miatt van is aggódni való, mert hogy 5 esetben az UEFA szabályzatait szekték meg állítólag, itt a Financial Fair Play-re vonatkozóan, ez a 2013-14-től 2017-18-as szezonig vonatkozóan. És én azt gondolom, hogy ha kell valamitől félni, akkor az ez. Ez a pont, amitől kell félni, illetve 7 esetben a Premier League-nek a pénzügyi szabályzatát szekték meg, ez a 2015-16-tól kezdődően a 2017-18-as időszakra vonatkozóan, és további 35 Premier League vizsgálat van, itt a nem működtek együtt, mondjuk úgy, hogy a vizsgálódó szervekkel, és hogy nem segítették az ő munkájukat, ez 2018. decembertől 2023. februárig tartó időszak, amit itt vizsgálnak. Tehát, hogy nyugodtan ki lehet mondani, hogy a 115 vádpontból igazából szerintem 12 az, amitől igazán komolyan tartani és komolyan félni kell. Igen, az a furcsa, hogy ugye 115 vádpont, már beszéltünk korábban, de ezen a hét, ettől a héttől indulnak a meghallgatások, és azt mondják, hogy egy ilyen nagyjából 10 hét, tehát jövő év eleje, jövő tavasz, addigra lesz majd valami döntés. És hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, tehát hogy kétfajta döntés van, egyrészt, hogy bűnöse, tehát hogy nyilván megvizsgálják ezt a 115 vádpontot, másrészt meg, hogy milyen büntetés sújtsanak királyuk, tehát hogy igazából pont ez a fajta, annyira nagy horderejű ez az egész, hogy muszáj nyilván ezt mérlegelni, és hogy ennek a 115 vádpontnak, amikor én nem néztem meg, hogy számszerűleg ez akkor tényleg mennyi, de hogy tök jó, hogy összefoglalt. És hogy abban az volt, hogy nagyon nagy részt, az tényleg arról szól, hogy technikailag te miben működtél együtt, és hogy a Citynek az a vágya, hogy akkor nem működött együtt, hogy
nem küldted át, hiányosan küldted át, nem mellékelted, de rosszkor, határidőn túl küldted az e-mailt, tehát nagyon-nagyon sok ilyen technikai része van. De hogy maga a visszaélés, vagy az ahogyan kijátszák ezeket az eszközöket, vagy a szabályokat, az ugye arról szól, amiről szerintem már beszéltünk, csak ilyen nagyon röviden összefoglalva, az, hogy amikor megjelenik egy nagy pénzes tulaj, most tök mindegy, hogy a Manchester City-nek, vagy a PSG-nek, vagy a Newcastle-nek a tulajdonosáról van szó, az lényeg, hogy van nagyon sok pénzed. Te ugye nem tudod ezt átadni így egy az egybe ezt az egészet, hanem azt mondod, hogy oké, akkor egy klubnak úgyis nagyon nagy bevétel, mondjuk a kereskedelmi bevétel, ergo írunk egy szerződés szponzorációról. Csak hogy egy szponzorációs szerződésről senki nem mondja, hogy az 50 millió fontot ér, vagy 350 millió fontot ér, ergo azt a pénzt úgy adom oda, hogy tulajdonképpen beleteszem egy borítékba, és akkor ráírom, hogy szponzoráció, és akkor úgy már lényegében át tud slisszani a szabályokon. Oké, csak hogy az a klub azt mondja, hogy oké, akkor most van nagyon-nagyon sok pénzem, ezt elköltöm a piacon, és veszek belőle mondjuk 10 sztárjátékost, amiből mondjuk csak 3 jön be. És ugye mi a baj ezzel, hogy azt a pénzt a maradék hétre azt ugyanúgy elköltötted, és akkor elkezdtél költekezni, meg belevitted a többieket egy árversenybe, és az ellenfelek ahhoz, hogy fel tudják tartani a lépést, vagy tudják tartani a lépést, ahhoz az kell, hogy ők is költsenek. És akkor ebből lesz az, hogy egy ilyen adósság spirál alakul ki, amit a nagy pénzes klubok azt mondják, hogy oké, hát kötünk még egy szponzoráció szerződést, nincs ez a baj, de a többiek azok meg folyamatosan hajtják bele magukat, és aztán addig költekeznek, ameddig ugye nem veszik észre, hogy nincsen fedezetük. És akkor a 2000-es éveknek a második felében ugye láttuk azt, hogy vannak olyan klubok, akik ennek azért elég nagy ilyen áldozatai lettek. És hogy ezért erre találták ki ugye Financial Fair Play-t, meg aztán a PL-nek ugye a pénzügyi szabályozását, hogy megmondják azt, hogy te bizonyos mértékben lehetsz csak eladósodva. És igazából punktum. És hogy amikor ezt az egészet ugye kijátszák, akkor lényegében így játsszák ki. És akkor most ugye a Manchester City-nek a vádpontjai azok arra vonatkoznak, hogy erről hiányosak voltak az információk. Tehát, hogy a Manchester Cityről már döntöttek korábban az UEFA-nál, akkor az volt, hogy elévülés, meg elévülés miatt igazából elejtettek egy csomó vádpontot, másrészt meg azt mondták nekik, hogy oké, kaptok egy büntetést, ugye az volt, hogy 2 évig nem igazolhatnak, akkor ezt megfelelbezték Zürichbe, vagy Lausanne-ba, Svájcba, sportdöntőbíróságon, és akkor elejtették ezt az egészet. De ugye most ez annyiban más, hogy Angliában, hogyha születik majd egy döntés, akkor nem tudnak elmenni Svájcba, hanem az van, hogy nem tudják megfelelbezni, akkor igazából ezt a büntetést kell kiszabni. Csak az a kérdés, hogy mi lesz ez a büntetés majd a végén. Így van, tehát így egyszer már kaptak egy büntetést, és így kössünk rá erre, hogy akkor jó, de hát akkor hogyan kötsz egy újabb szponzori szerződést, mert Laporta már áll itt egy tollal és edzetfizettel. Hát bocs, de ez úgy, hogy tulajdonképpen a tulajdonosnak a másik cége a szponzor. Tehát, hogy ugye az Etihadról beszélünk, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor itt van még pénz, csak akkor nem ebből a zsebből teszem be, hanem a cégemen keresztül juttatom el igazából a klubhoz. És például itt Mancininak a kifizetése, ugye a korábbi vezetőedzőnek a kifizetése, az például úgy történt meg, állítólag, hogy az Etihad, hogy nem a klub fizette ki, hanem az Etihadon keresztül kifizetve, ahol képzeld el, hogy tanácsadói munkát végzett, tanácsadóként. Hát ott sem mondod meg, hogy 300, vagy 30 millió, vagy 300 millió. Hát és kapott egy pár millió eurót igazából a tanácsadásért, amit az Etihadnak végzett el. Szóval illett igazából kifizetve az ő bére. És valóban szerintem ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy egyszerűen már kapott egy büntetést, de hogy elég jó jogi osztály van itt a City mögött, és hogy állítólag óránként 5000 fontot kérnek el, hogy egyáltalán dolgoznak itt a Manchester City körül, és ez azért fontos erről beszélni. Mert hogy ez 10 millió fontos mértékeket ölt az, hogy a Manchester City mennyit költ arra, hogy megvédje magát, meg az is 10 millió körüli fontban mérhető 10 millió font, hogy a vád összeszedje ezeket az adatokat, és összegyűjtsön megfelelő vádmennyiséget. Jó, de ez miért fontos? Mert valamilyen ítélet születni fog, és hát abban biztosak lehetünk, hogy vagy az egyik, vagy a másik a perköltséget, az biztos, hogy megpróbálja egyébként kisajtolni a másikból. Ugye az Evertonos példárból kiindulva ez egy konkrét példa, igazából, ugye a Premier League tulajdonképpen nyert az Everton ellen, és azt mondták, hogy jó, a teljes perköltséget az Evertonnak kell kifizetnie. Ez egyébként 4,9 millió font volt az Everton esetében. És azért nyilván az Everton azt mondta, hogy hát hogy a francba, de biztos, hogy nem, és hogy ezek az Everton képviselői azt mondták, hogy hát ezek a számok, ezek teljesen irreálisak, végül egyébként 1,7 millió fontot kellett kifizetnie. 1,7 millió fontot. Tehát azért az is nagyon-nagyon sok pénz, hogyha így ebbe belegondolsz. És hogy szerintem fontos arról beszélni,
milyen kimenetele lehet ennek az egész ügynek. Lehet egy kimenetele az, hogy a Cityt nem büntetik meg, megúszza az összes 115 vádpontot. Hát nagyjából az UEFA ítélet. Abszolút, tehát hogy ez könnyen lehet, hogy ez fog megtörténni. Akkor mi történik egyébként a Premier League közösségben, itt a klubokra gondolok, mi történik a szurkolók körében, mi történik a nyilvánosság körében. Mindenki azt fogja mondani, hogy ezek a mocskos szemét ügyvédek, akik egyébként elég jó óradíjban vannak, ezek kimosdatták a Manchester Cityt a mocsokból, mondjuk így. Történhet az, hogy ugye megbüntetik a Manchester Cityt, de nem olyan mértékben, ahogy a közvélemény ezt elvárná. Mondjuk ezt nehéz megítélni, mi az, amit elvár egyébként a közvélemény, meg is írhatnátok egyébként, mit vártok, de hogyha mondjuk csak pénzbüntetést kapnak, esetleg kizárják őket néhány átigazolási ablakból, nem tudom, ilyesmikre érdemes gondolni, esetleg egy-két pontot levonnak, hogy az Arzenál bajnok legyen, tehát hogy ilyesmi azért előfordulhat. Ez elegendő-e arra, hogy akkor megnyugtassa nekem minden kedélyt? Teszem hozzá, továbbra is azt az időszakot vizsgálják, ami ugye 2018-al véget ért. Tehát itt az elmúlt négy sorozatban a bajnoki cím, meg a bajnokok ligája időszakban már nincs olyan dolog, amit vizsgálni lehet. És ez igen Guardiola miatt lesz fontos egy kicsit később. És mi történik akkor, tegyük fel, hogyha a Manchester City brutálisan kemény büntetést kap, akkora pront levonást kap, amivel a kieső zónába kerül, ne adj Isten, a másodosztályba visszasorolják, akkor a Premier League-gel mi fog történni? Hát először is a cégek azt fogják mondani, hogy biztos, hogy én a Premier League-nek akarok adni pénzt, ahol ilyen mocskos ügyek, dolgok történnek. Szerintem biztos vagyok benne, hogy az ilyen szponzorációs bizalom meg fog recsenni az összes Premier League klub kapcsán, nem csak a Manchester City kapcsán. A Premier League-nek a jelenlegi, mondjuk a legmagasabb szinten lévő, tehát tényleg ilyen erkölcsi, meg etikai, meg egyébként sportszakmai tekintetben a legfelsőbb szinten lévő lévőség azért, hát finoman szóval megkérdőjeleződik. Tehát, hogy lehet, hogy azzal a többi klub is veszít, ha Manchester City nagyon komolyan veszít ebben a perben. Ez benne van, de hogy ez a Premier League, tehát hogy, hogy most egy top 6-ról beszélünk, vagy top 5-ről, szerintem ez valahogy kiheverik. De ez olyan szempontból egyetértek, hogy szerintem van egy ilyen plusz vetület, hogy akkor a kormányzat, ez az egész nem a Premier League-ről fog szólni, hanem egy ilyen országok közti ilyen kapcsolatról. Mert ha azt mondod, hogy az angol kormányzat, meg az emirátusok kormányzata, azért az jó kapcsolatban van egymással, mert az emirátusokban nagyon sok beruházás meg érkezik ugye Nagy-Britanniába, és hogy nem akarják magukra haragítani az üzleti partnerüket, ergo nem mernek ilyen túlságosan vad, vagy túlságosan drasztikus lépésbe menni. Ez csak az én feltételezésem, tehát hogy simán lehet, csak én pont emiatt gondolom azt, hogy szerintem nem fognak egyik végletbe se esni, mert akkor ott van az összeharagítás, amire most mondjuk, hogy oké, akkor az üzleti partnert az mégse, de ott van a szurkolók véleménye sem, és ugye nagyon sokan úgy címkézik ezt az egész, az, hogy az évszázad tárgyalása. És hogy végre, hogyha így kitágítod ezt az egészet, ez egy ilyen kicsit ilyen nagyban az, amit a Manchester City-nél látsz, az nagyban az, amit a PSG, a Chelsea, a Newcastle, a Monaco, de akár a Lipcsét is ide veheted, de nyilván a Lipcse meg egy Manchester City nem fogsz ennyi nevezőre hozni, de hogy nagyjából az a tendencia, hogy megjelenik egy tulaj, és azt mondja, hogy oké, én majd valahogyan a pénzügyi szabályokat valahogyan kijátszom, és ergo végre történik egyfajta ilyen, van egy ilyen pont a történelem során, amikor így a klubok, vagy egy klub, az mondjuk egy ilyen vizsgálat alá esik, és akkor lehet, hogy lesz egy ilyen döntés. És ugye nagyon sokan vádolják meg ezzel a Manchester Cityt, hogy csalnak, ami részemről, én azt látom, hogy szerintem ez egy ilyen bevett gyakorlat. Tehát ezt mondom, hogy az összes többi klub ezt csinálja, és hogy nyilván szurkolókban van egy ilyen igény, hogy akkor statuáljanak példát, és mutassák meg úgy igazán. És pont emiatt aztán nem akarnak egy ilyen UEFA döntésre kényszerülni, ahol azt mondják, hogy nem történik semmi, és akkor magukra haragítják a szurkolókat, hanem valahol a kettő közé fognak belülni, és azt mondják, hogy figyelj, akkor nem tudom, 10 pont levonás. És visszamenőlegesen nem vonunk el semmit, meg előre nézve nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor csak visszlát a harmadik osztályba. Mert hogy igazából ez lenne a drasztikus lépés, hogy előre fele büntesd meg őket, visszafele meg akkor vedd el tőlük a címeket. Csak hogy szerintem én nem látom azt, hogy ebbe bele fognak menni. Na igen, és itt ugye Pep Guardiolát is kérdezték az ügyel kapcsolatban, neki nem először. Aki azt mondta, hogy örül, hogy végre nekiálltak a vizsgálódásnak, minél előbb menjen igazából ez végbe. És kérdezték, hogy erről beszélnek az öltözőbe, és mondta, hogy nem vagyok ügyvéd, hol nem jogász. Tehát az öltözőben sportszakmai dolgokról beszélünk, ugyanakkor meg nem tudom, mennyire emlékszem, még ez 2022-ben adott egy nyilatkozatot, amikor elmondta, hogy
ő készsége mindent elhisz a Manchester Citynek. Ha egy nap kiderül, hogy neki hazudtak, ő másnap nincs ott. Tehát én ezt is el tudom képzelni egyébként Guardiola szempontjából, hogy ha itt, ne adj Isten, kiderül, hogy itt valami csibészség van, na, mit szólsz, milyen szót használok? Ó, na, ugye? Semmi leleményes. Ugye? Igen. Hogy akkor távozik a City kispadjáról. És szerintem egy fontos dolgot azért mindenképpen érdemes kiemelni, a kontextust. Hibáztatható? De Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Gündogan, akárki, Pep Guardiola ebben az esetben? Szerintem megint nem. Amikor a Juventus kizárták itt a bírói tevékenységek miatt, Fabio Capello-nak tényleg ebben komoly része volt? Bármelyik sztárjátékosnak tényleg itt elő kéne venni ebbe az ügyben? Szerintem nem. Másképpen dolgozik. Szerintem aki a sportszakmában van, az tényleg arra figyel, hogy ő mit csinál, és nyilván fogalma sincsen, hogy a klubházban, az irodában hogyan mókolnak a pénzekkel. Tehát, hogy hogyan oldják meg ezeket a különböző pénzügyi lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy ha itt történik valamiféle komoly döntés, az óriási megpecsételés lehet a klubra évtizedekig, negatívan nyilvánvalóan. Könnyen lehet, hogy top játékosok távoznának, biztos vagyok benne, hogy Pep Guardiola és az egész edzői stáb, sőt lehet, hogy a sportigazgató mindenki távozna a klub környékéről, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a világ labdarúgásának jót tenne, hogy a Premier League-nek jót tenne, és hogy minden tekintetben ez pozitívan tudna lezárulni. Én azt gondolom, hogy bármilyen döntés lesz, az mindenképpen rossz a futballra nézve. A futballra nézve lehet, de egyébként valamennyire érintett ez, hogy akkor mi lesz Guardiolával? Mert hogy tulajdonképpen neki ez így kapóra jön, hogy nem kell megkötni az új szerződését addig, amíg ez az ügy elhúzódik, és ugye neki az év végén, vagy a szezon végén le fog járni a szerződése. És simán mondhatja azt, hogy oké, akkor én kivárok. De ugye Guardiola közben meg a világ egyik legjobban fizetett edzője. Megnéztem így a rangsort, nála csak egy edző keres többet, Simeone. Mancini, Szaúd-Arábia. Ja, de miért? Simeone már nem keres többet, mint Pep Guardiola? Nem, hát legalábbis nem, most gyorsan meg kell néznem majd az update, hogy ez mikori verzió jó lista, de az a lényeg, hogy tényleg világ egyik legjobban fizetett edzője. És hogy tehát, hogy felmerül a kérdés, hogy ki fogja ezt kifizetni? Mert hogy valószínűleg pont ezek az új gazdag klubok, vagy legalábbis ilyen gazdag tulajdonos által vezetett klubok tudják ezt kifizetni, és hogy Angliában azért nehezen képzelem, hogy Guardiola elmegy mondjuk egy másik ilyen riválishoz, és akkor azt mondja, hogy tessék, akkor felépítek egy új projektet, és akkor mi marad? Németország? Valószínűleg tehát a Bayern után amúgy sem, de kimarad Dortmund, valószínűleg nem tudják ezt kifizetni. Akkor ott marad a Juventus, ahol pont arról beszéltünk, hogy oké, akkor most zsírleszívás van, tehát hogy valószínűleg az edző az, ráadásul most rámentek egy Thiago Mottára, tehát hogy ennek a töredékért tudnának új edzőt hozni, ha hozzának, de hát most nem is tartanak ott a ciklusban, akkor marad a... Ki marad, aki ezt ki tudja fizetni? Spanyolországban ott van a Barcelona, oké, nem biztos, hogy ki tudják fizetni, a Real Madrid az úgyse fog menni, ergo tényleg mi marad? Franciaország, de valószínűleg ez nem biztos, hogy akkor őt annyira fogja csábítani egy PSG-s projekt, és akkor mi marad? Oké, válogatott foci. De Guardiola valószínűleg nem lesz soha Spanyolországnak a szövetségi kapitány, mert Spanyolországban a többség egyébként nem szereti Guardiolát, pont amiatt, hogy kiállt ugye a katalán függetlenség mellett, tehát hogy van egy ilyen politikai vetülete a dolognak. Ami marad, az, hogy Angliának tud lenni a szövetségi kapitány, és arról beszélgettünk akkor, amikor ugye kinevezték az angol szövetségi kapitányt nemrég, egy ilyen átmeneti egyéves ciklusra, pontosan azért, mert lehet, hogy arra bazíroznak, de ezt csak feltételezzük, hogy oké, kivárunk, aztán majd leigazoljuk Guardiolát. És hogyha megnézed így a körképet, meg azt, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk, én el tudom képzelni, hogy valamikor az angol válogatott szövetségi kapitány az Pep Guardiola lesz.